Andi, hát nagyon örülünk, hogy ismét itt vagy. Én ha nem zavar, én maradok ebben a kesztyűben. Nem engedem, hogy bárkit megvizsgálj. Aki szeretné, megvizsgálom, nem, ezt most nem leveszem, de újra fogom használni a későbbiek folyamán. Még lehet, addig használjuk is újra, így van. Igen, mert hogy az alap szabályokat vettük, ugye az újrahasznosítás alapszabályt, ezek az R betűsöket, a reuse, recycle. Recycle még nem is tartott. Igen. Refuse volt. Refuse volt, igen. Igen, meg a rot. Meg a rat, igen. Igen, rohadt meg. Most ne rohasszunk meg semmit, hanem ott még nem főleg, tartunk. Hogy a konyhában vagyunk még egyelőre, hanem ugye arról is nagyon fontos beszélgetni, hogy az élelmiszerrel mi lesz. Ugye nagyon sok mindent elfogyasztunk, de sajnos szerintem legalább annyit nem fogyasztunk el abból, amit hazaviszünk, és itt is nagyon sok teendőnk van, hogy mi mindent lehet a maradékokkal. Azt el lehet mondani, hogy egy átlagos háztartás teljes szemét mennyiségének legalább a 30%-a, de inkább 50% az élelmiszer hulladék. Ez annyira szomorú. Igen, ez nagyon rémisztő, de azért azt, hogy kicsit finomabb legyen ez az egész érték, vagy ez az arány, azt hozzá kell tenni, hogy ebben benne van minden, tehát benne van a megromlott élelmiszer, benne van a krumpli héja is, tehát ezek azért hát igen. Nem olyan élelmiszerek, amit mondjuk meg tudunk enni, és pontosan emiatt... De sok benne az olyan, amit meg tudunk enni. Igen, és pontosan emiatt van egy ilyen hármas leosztás az élelmiszer hulladékoknak, hogy a megelőzhető, a potenciálisan megelőzhető, illetve vagy elkerülhető, nem megelőzhető, elkerülhető, és a nem elkerülhető hulladékok, például a csont az egy nem elkerülhető élelmiszer hulladék, de az is az élelmiszer hulladékokhoz tartozik. És hát igazából És mi az, ami mondjuk elkerülhető? Tehát mi az, amit mondjuk már a vásárlásnál elkerülhető? Hát a túlvásárlás egyrészt az elkerülhető kategória. A túlvásárlás az egy elkerülhető hulladékforma. A hűtő hátuljába rejtett csodák, szintén elkerülhető lenne. A fagyasztóban csak gyűlő mindenfélék, a kamrában gyűlő mindenfélék. Igen, a kiteszem a teraszra a levest, és majd ott elég hideg van, és megbudjan. Ez is az elkerülhető. Igen, ez is ismerős nálunk is, de azért igyekszek én is arra figyelni, hogy ne fussunk bele ilyen helyzetekbe. De igen, tehát az elkerülhető élelmiszer hulladék az, amire igazából tényleg csak a tudatosságunk hiányzik, hogy ez ne keletkezzen, ne történjen meg. És főleg most tavasszal egyre nagyobb a zöldségdömping, a piacokat lassan elárasztja újra mindenféle finomság, és ilyenkor hajlamosak vagyunk azokból is túlvásárolni, és akkor arra gondolunk, hogy fú, szezonja van, tudatosak vagyunk, ugye szezonális zöldség. Egészségeset akarunk, hogy veszek egy csomó zöldség, és most csak azt fogok enni, és aztán... És mondjuk még idáig sem jutunk el, hanem azt mondjuk, hogy eltesszük, lefagyasztom, berakom, dunsztolom, valamilyen úton, módon tartósítom, leszárítom, nem tudom, de akkor szembesülünk azzal, hogy gyakorlatilag a fagyasztónk csurik tele van, a kamra csurik tele van. Három hónapra akarjuk leereszteni a fagyasztónkat, mert hogy tele van jége, tele van cuccal, csak aztán jó, majd, és csak mi is így gyömöszöljük bele a dolgot. És akkor ilyenkor jön a FIFO rendszer. First in, first out. Igen. Tehát, hogy először használjuk már el azt, ami otthon van. Igen. Erről már volt talán korábban szó, hogy vásároljuk otthonról, és itt nem az online rendelésekre gondolok, hanem hogy nézzük meg, mi van a hűtőben, mi van a kamrában. Impulzus vásárlás elkerülése. Igen, és egyébként óriási nagy öröm, hogyha például a tavaly nyáron eltett eper, az most előkerül a nagy tavaszvárásba, és most csinálsz belőle akármit, igen, vagy friss eperdzsemet, vagy eperlevest, teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy már úgy kívánjuk ezeket a tavaszi ízeket, és tök jól ki lehet ilyenkor kotorni a mélyhűtőaljáról. És azért én emlékszem arra, hogy például a nagyéknál rengeteg befőtt meg lekvár volt, és emlékszem, hogy ilyen sok-sok évre visz, ő mindig feldátumozta. Igen, azt, nálunk is dátum, és ilyen sok évvel ezelőtti ilyen elszíntelenedett, összesűrűsödött lekvárok. Amit már fel kell főzni. És igen, és azt már úgy nagyon senkinek nem volt kedve. Na most az, persze ők nem dobták ki, hanem mindig valamire felhasználták, de azért ezek azok a helyzetek, amikor inkább rálegyintünk, úgyis mindjárt itt az új gyümölcs, azon akkor jó van, azt kidobjuk. Igen. És pont ezt kellene elkerülni, ez a FIFO rendszer ezzel egyébként nagyon jó. Most vagy felcímkézzük dátummal, vagy hátulra rakjuk mindig az újat, és elől marad a régi, és akkor
úgy használjuk föl, tehát erre vannak azért. Vannak, és egyébként nagyon fontos szerintem az is, amikor így neki duráljuk magunkat, hogy jó, akkor most jön a lekvár szezon, és mindent befőzünk, hogy azt is föl kell mérni, hogy igazából hány üveg lekvárra van szükség egy évbe, és nem 15-ször annyit befőzni. Például tavaly éppen ezért nem készítettem kajszi dzsemet, mert hogy még a két évvel ezelőtti, az most fogyott. Akkor neked szerencséd volt, mert tavaly alig volt. Igen, tehát két évvel ezelőtt nagyon sok volt, akkor sokat is készítettem, tavaly még mindig bőven volt, most nem olyan régen használtuk fel, tán karácsonykor használtuk fel az utolsót, úgyhogy remélem most megint lesz, mert most már szükség lenne rá is. Hát csuriba is vagyunk, hogy ne jöjjön vissza a fagy. Én nekem az a sztori jutott eszembe a barátomiknál, nagyon nagy, két hatalmas hűtőládája volt a szüleinek, és ők ilyen klasszikus, hírhett élelmiszerhalmazók voltak, és akkor nagy nehezen rávették őket, hogy pucolják ki a hűtőládát, és ott is be voltak számozva a húsok, találtak 1984-es sertéscombot, amit még mindig harcolni kellett, hogy ez talán most igen, már most azért már kisebb. De hát lehet, hogy ez még jó lesz. Mire? Még valakit fejbe lehet vele csapni. Vagy megmérgezni. Úgyhogy ezek fontos szempontok, hogy már itt is tudatosak legyünk, úgyhogy... Hát én meg a komposztálás, ami ugye akkor kapcsolódik már kicsit a rothoz, hogy egyrészt kutya, ha van otthon kutya, szerintem akkor nagyon nehéz élelmiszer fölösleget, főleg ha vizslája van az embernek, mert tényleg akármit megeszik. A másik igen, azért az... itt óvatosan kell, mert azért romlott kaját azért a kutya azért sem ne, kap, igen, hogy igen. Nehogy valaki félreértse ezt. Ez így de, van. De igen, de tényleg. Az meg mehet, ha nem húsféle, akkor mehet a komposztba, és akkor tényleg szinte nullára lehet redukálni ezt a hulladékot. Na jó, hát erről is még a világ végéig tudnánk beszélni. Köszönjük szépen, hogy jöttél, és folytatjuk, kerttel füvezni fogunk.